A külföldi gazdasági kapcsolatok alakulása fontos témája a célegyenesbe érkezett szerb választási kampánynak. Idén nagyjából 4,5 milliárd euró, azaz 1700 milliárd forint értékben fektettek be külföldi cégek az országban. Ez a sikeres tavalyi évinél is jobb eredmény, amit nem győz hangsúlyozni a kormánypárt. A kritikusok viszont azt kifogásolják, hogy a külföldi cégek óriási támogatásokat kapnak a pénzükért. A hazánkban befektető cégeknek például 10 évig nem kell nyereségadót fizetniük, mentesülnek a helyi adók alól, vagy ingyen földet kapnak, sorolta a lehetőségeket egy szakértő. Más elemzők szerint a rekordszámok mögött az bújik meg, hogy Szerbia messze nem olyan ellenséges az orosz üzleti szférával szemben, mint az európai országok nagy része. A legtöbb pénz azonban egyértelműen az EU-ból jön. Elsősorban az uniós piacot célozzuk meg. Oroszország nem akkora tényező az export portfóliónkban. Azonban úgy gondolom, hogy fontosabb, hogy nyitottak legyünk azok felé, akik az Oroszországban kialakult helyzet miatt jönnek és menekülnek, és Szerbia lesz az új otthonuk, mondta a Szerb Kereskedelmi Kamara elnöke. 2022-ben több mint 1000 olyan vállalat jött létre Szerbiában, amelynek orosz a tulajdonosa. Ez a 12-szerese az egy évvel korábbi adatnak.